Sziasztok, a hétvégét Palkonyán töltöttem, és ez egy ilyen random vlog lenne, annak a két napnak az összefoglalóját fogjátok látni. Ez a videó most kedvezni fog azoknak, akik szeretik az autókat és a borokat. Történt ugyanis, hogy szerveztek egy versenyt, a kecskeméti Hovány Autószalon szolgáltatott egy autót, ami nem volt más, mint egy Peugeot 3008-as, és azzal kellett Kecskemétről Palkonyára lezúzni, mindez GPS nélkül. Le fogunk menni Palkonyára, és akkor versenyezni fogunk. Kb. Ez lesz a koncepció, itt van nálam a kulcs, szerintem nyomassuk. Itt vagyunk bent az autóban, én kezdem a vezetést. Nagyon tetszik egyébként, hogy kb. Olyan, mint a Lamborghini. Tehát, hogy ugyan ezek kis Lamborghini vonások, a kormánynak ez a része is, és az is Lamborghini vonás. Ott a másik autó egyébként. A másik csapat az nem ül benne. Jó. Akkor itt a szájbe. Szájbe le. 3, 2, 1. Szóval megálltunk egy benzinkúton és vettünk innivalót, ott van egyébként bent a kocsiban. Itt vagyunk az egyik benzinkútnál, egyébként nem tudjuk merre kell menni, mert ugye nem szabad használni. De a benzinkúton azt mondták egyenesen, aztán... Palkony, egyenesen. Isten adja. Nem szabad GPS-t használni, aztán nem is használunk, mert ez egy ilyen kihívás, de hogy kíváncsi vagyok, hogy mi fog ebből kisülni, tuti, hogy el fogunk tévedni. Biztos. De azonságok, hogy megyünk nagyon hosszan egyenesen, és nem tudja a Bence, hogy merre kell menni. Miért? Amúgy szerinted te tudnád, hogy merre kell menni? Hát tudnám, ott van a... Mi az? Kerületi térfigyelőrendszer? A néni... Ja, nem, ez egy izé. Egy bábú. Kerületi térfigyelőrendszer. Jó, tök egy bábú volt. Jobban megoldanám, mint te. Ne, Szabi, stabilak vagyunk, mint a magyar forint. Megoldjuk, tehát, hogy... Egy nénikét megkérdezünk, hogy hogy van, mint van. Lehúzódjál le aztán, átveszem. Hogy lehúzódok mindjárt. Tessék! Eladó! Eladó traktor, na nézzük meg! Szóval, azt mondja Szabi, hogy eltévedtünk, de én egy profi sofőr vagyok, Szabi. Nem tévedtünk el, figyelj! Itt van a kis kocsink. Szóval, most te konkrétan mit csinálsz? Próbálom a kamerámat föltenni, tudjunk videózni, de hát... Akkor fogd már meg, hogy videózzon nekem, jó? Micsoda? Videózzon. Nem értettem, jó. Szóval, itt vagyunk a kocsiban. És mondom, mennyi idő, amíg odaérünk. Jó. Itt vagyunk a kocsiban, Szabi fog vezetni. Hol kell a klímát? Szóval, a klímát kérlek szépen ott kell, hogy van ott egy gomb. Igen. Ott van. Készen állsz, főnök? Aha. Vezetésre? Ismerkedem itt a dologgal még. Jó lesz az, figyelj, jó lesz az. Vagy nem, félek. Gyerekek, félek. Jó, ne te félj, de indítsd el a videót. Az helyzet, hogy félek. Itt is megy a... Szóval ilyen nádak vannak előttünk éppen. Úgy állunk, hogy itt ilyen nádakat visznek valahova. És ki sem lehet előzni? Hátsó ülésen vagyok, ez aztán az élet. Mellettem titkárnőm, és elő pedig Szabi nagyban vezet. Szörteseben fel. Tehát, hogy igazából az a helyzet, hogy én nem ilyeneket csinálok, hogy csak úgy egy sofőröm van. Nekem egy énekes a sofőröm, és ez az élet. Tehát összejött az élet. Kényelemben vagyok, mellettem titkárnőm. Csak mondom, hogy közben felállítottunk sok sáskát az úton, mert hogy mindegyik a mi ablakunkra jön. Te mit csinálsz? Betakaróztál, ahogy elteszél? Lelőtt a kukrum. Kocsi egyébként 7 litret fogyaszt, jelenleg 100 kilométeren. Pillanatnyi információ. Azt tudjuk egyébként már, hogy hol vagyunk? Vagy mi mindig el vagyunk tévedve? Mert hogy megyünk, olyan helyeken megyünk egyébként, ami kb. Úgy néz ki, ahol forgatták a Hobbitot, olyan helyszín. Hát egyébként, mert hogy a Palkonya is olyan helyen van, tehát egyébként akkor jó úton vagyunk szerintem. Megálltunk egy, azt mondja Szabi, hogy ez egy kastély, de ez nem egy kastély, ez egy... Jó, nem egy kastély, kastélynak tűnő törplakás. Törplakás, érted? Ez egy törpkastély, konkrétan. Ott kint. Szabi szerint az a kastély. Új, micsoda bestia! Hú, megtámadott! Hú. Szia! Csak. Hú, mekkora motorod van! Hányas? 50-es. Szóval itt vagyunk ennél a várnál, és ez nem egy vár. Nem tudom egyébként, hogy még el vagyunk-e tévedve, de valószínűleg nem. És nagyon tetszik, nem tudom mi ez a vár, vagy székházmegye, vagy egyházmegye, székházfalu, vagy mi a jó is tetszik. Nem tudom mi ez, de nagyon jól néz ki. Nem, ez nem egy templom. Ez nem egy templom. Egyébként azt tudjuk, hogy melyik faluban vagyunk, vagy hol vagyunk? Fogalmam sincs, melyik faluban is hol vagyunk. Hát ez király.
De hogy sírnám be, mert ne nyúj már be, hallod? Először azt kellene megtudni egyébként, hogy hol vagyunk, mert azt se tudjuk, hogy hol vagyunk. Igen, nem tudjuk. Abár ott jönnek. Várjál, most megkérdezzük érdekesen. Kérdezzük be. Bocsánat, milyen városban vagyunk? Kakasdon. Kakasdon. És tényleg kakasdon. Kakasdon vagyunk, gyerekek. Mindig láttam kiírva. És ez micsoda ez az épület? Ez a faluház. Ez faluház. A faluház. De igazad volt. Na, hát valami ilyesmi mondtam. Faluház. Egyház falu. Egyház vagy a székház falu. Tehát ez a faluház. Azért nagyon komoly, hogyha ilyen látok, van ilyen faluház. Még sírna bemennénk és ilyen habitóval elválasztott minden, ilyen full felújított cucc. Habitó. Habitó. Hát habitó. Jaja. A rigipszes tudsz. Az a rigipszes. Ja igen, vágom. De azt azért nem hiszem, hogy kívülről így néz ki, belül meg full habitó az egész. Gyerekek, Szabi fel akar mászni. Na. Nem tudom, hogy... Uncharted 4 megtanított valamit. Uncharted 4 megtanította őt, hogy hogyan kell felmászni. Konkrétan... Jaj! Nem. Nem is értem, hogy próbáltad meg. Konkrétan megbontottad itt az egyházfalu községet. Szóval bent voltunk üzletközpontban, vagy hogy mondják, és vásároltunk kajákat. Meg nekem nedves tőlő kendőt, mert nekem ilyen betegségem van, hogyha nem tiszta a kezem, akkor megbolondulok konkrétan. Tisztaságmánia. Megyünk át a benzinkúthoz, és pihenünk egy picit. Póla kell legtöbbet pihenni, mert ugye ő vezetett a végig. Hát igen. Nehéz volt. Fárasztó. Emlékszel arra az előzésre, amit megcsináltál, 6 autót egyszer előztél? Hú, az nagyon durva. Ne is mondd. Basta mindenit. Ez a mai videó egyébként sajnálom, de ilyen, hogy ilyen fele kocsi van töltendő, fele pedig máshol. Hát egy utazós videóban mi más lenne? Jogos. Ugye? A vonatozást nem videóztam le. Vonatot is vezettünk. Eleve csodálkozom, hogy a vonatozásnál Kecskemétre vonatoztunk le Budapestről, nem dobtak ki a vonatról, mert olyan hangosan beszéltünk, mindenki csak kussolt és minket figyelt az egész vonaton, de mindegy. Jó, megint hatalmasak kell kerülni, mert trafipax van, ugye? Nem baj a trafipax. Na hát akkor mi megbeszéltünk csapatosan valamit. Annyi helyzet, hogy átvettem egy picit az irányítást, és leszünk a versenyt, és megyünk Pécsire, tehát kb. Így állunk hozzá. Csere, szépen át utca, az legyen mondjuk a központ, rövid, gyors. Mi az volt a központ? Jó, hát menjünk az Árkádba Pécsre, úgyhogy... Jó. Tehát, hogy a verseny az ráír. Nem tudom, hogy a másik csapat... Kisrác integetett. De biztos jobban mi, mert mi konkrétan úgy állunk, hogy... Jobbra. Szóval itt vagyunk Pécsen, megérkeztünk a plázához. Milyen plázánál vagyunk? Árkád plázánál vagyunk, és be fogunk menni. Veszünk nekem napszemeget, mert láthatólag nagyon süt a nap, és akkor behatolunk. Hopp, valaki nagyon driftel a kocsijával. Bent vagyunk a plázában, menjünk, veszünk szemüveget, csak nem tudom, hogy hol veszünk. Itt az álomházam, Szabi. Itt az álomházam. Ide kell bemennünk. Ez a te boltod. Ez én boltom. Was the knight in shining armor in your movie? Put your lips on mine and love the aftertaste now. I'm a ghost, I call your name, you look right through me. You're the reason I'm alone and masturbate. Nem kaptunk szemüveget, de akkor úgy látszik, ez holnapra fog áthúzódni, nem is bánom igazából. Pedig kértük, azt mondjuk, nekünk kell az a szemüveg, azt mondták, hogy nem adjuk. Adj jó, mondjuk nem lehet, adjuk. Hogy az volt a gond, hogy az eladón volt a szemüveg, és ez tényleg az ő szemüvege volt. De jó, úgy állunk, hogy nincs szemüveg. Hölgyem. Kösz. Azt ilyet meg, kösz. Nézd meg, milyen szép a világítás, azt még én is felveszem. Szabolcs! Szabolcs! Szobájában van. Az hol van? Itt van föl, gyertek! Nézzétek meg a pecómat, gyertek föl! Jó, megérkeztünk. Megérkeztünk egyébként a szállásra, és ja, igazából eléggé fáradtak vagyunk, már aki. Cica Maci, hallom az a wifi-jel szó. Cica Maci? Mi a Cica Maci wifi-jel szó? Ez milyen jól néz már itt ki. Ugyanilyet fogok a saját házamba építetni, ez egy kis elvonuló sarok. Nem tudom, minek kell majd nekem 6 ágy, de ja, meg ott egy tövő. Nem ássz át légy. Ne! Fúj! Nem szabad. És hát ennyi lett volna az első rész, remélem, hogy tetszett nektek, és várjátok a második részt, amikor már nem csak az utazgatás lesz a fő tevékenységünk, hanem azért elmegyünk borpincékbe is kóstolgatni bort, meg hasonló dolgokat csinálunk, de ez mind majd a második részből kiderül. Hogyha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, amíg nem vagytok, és találkozunk a második részben, szerintem. Sziasztok!
no, 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 no,